Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok. Jön egy kis Battlefield egy csemege, hölgyeim és uraim. Az EA a DICE-szal és a Battlefield 1-gyel arra kísérleteznek, hogy egy mesterséges intelligenciát építsenek bele a játékba, amely képes tanulni, fejlődni és döntést hozni. Ez azért ugye viszonylag nem újdonság, mert Elon Musknak az OpenAI-ja megverte a legjobb LOL játékosokat egy óra alatt, kb. Két hét tanulás után, és most ugyanezek a játékosok azon technológiát, bocsánat, azon technikákat használják, amiket ellestek attól a mesterséges intelligenciától. Na most, létezik fönt YouTube-on már erről egy videó, ahol a Battlefield 1-be beimplementált mesterséges intelligencia próbálja és igyekszik felvázolni a játékot magának, megtanulni a különböző mozgásokat, és a későbbiekben ennek a robotnak az lesz konkrétan a feladata, hogy felmérje a valódi játékosoknak a mozgáskultúráját, játékkultúráját, és természetesen azokat megtanulja, és ennek megfelelően reakciózzon. A kísérlet az előbbiekből állt össze, csináltak egy pályát természetesen, adtak nekik egy kis segítséget, itt-ott tettek le egy ilyen életboostot, itt-ott tettek le egy ammo boostot, és arra kényszerítették magát az AI-t, hogy ezen a vonalon játszó, hogyha kevés a történet, vegye fel a történet, ha kevés az élet, akkor vegye fel az életet, és nagyon-nagyon ígéretesnek tűnt, amit ezzel csináltak. Egyelőre minden játékost ezen a pályán, az maga az, ez a mesterséges intelligencia konkrétan dolgozott ki, és folytatott le, tehát önmagával játszott, mondhatjuk így, de egy ilyen gyorsított menetben játssza a játékokat, és igyekszenek tanulni. Itt-ott természetesen vannak még bugok, de nagyon-nagyon ígéretesnek tűnik a dolog. Ez egy jó hír, hogy őszinte legyek. Tehát az első olyan játék életemben, ahol láttam némi mesterséges intelligenciának hasonlatos valamit, az a Crysis volt. A Crysisban úgy lettek megprogramozva az NPC-k, hogy ha bajban vannak, segítséget hívnak, ha bajban vannak, elbújnak. A Crysis 2 még ezt tovább is vette, hogy az ellenséges NPC-k hozzád alakították a harci stílusokat. Magyarul, hogyha te távolról lőtted őket, akkor ők is távolról lőttek téged fedezékbe, ezáltal nehezítve meg a dolgodat, hogy lelőd őket. Hogyha csatáztál velük, tehát közel harcra mentél velük, hogy inkább úgy, akkor ők is többen lettek, és jobban harcoltak, jobban kerestek fedezéket, mögé lettek, és őszinte leszek veletek, kurva jó volt a Crysisnak ebből a szempontból a mesterséges intelligenciája. Persze egy szintet nem lépett túl, és hogyha nagyon bekeményítettél, mert hogy már nem tudtál velük mit kezdeni, bekeményített, akkor csak igazából ledaráltad őket, mint a szart. Na de most a Battlefield 1-ben a mesterséges intelligencia nagyon ígéretesnek tűnik, és nem tudom, hogy mi a terve az EA-nek és a DICE-nak a Battlefield-ekkel, mert ahogy nézem, amióta a Battlefield 3-nak megvolt a sikeres, kijött a Battlefield 4, azóta, mintha egy folyamatos kísérletezés történne a Battlefield játékokkal. Tehát ki nyomnak játékokat mondjuk évről évre, és utána kezdik el feljavítani ezeket a játékokat. Nekünk játékosnak ez úgy lenne, hogy végre játékot csináltak belőle, ők javítottak ezt a bugot, azt a bugot, ezt a bugot, de hogyha így végigveszem ezt az életciklust Battlefield 4 eleje óta, és most egészen Battlefield 1-ig, az egész engine egy hatalmas minőségi fejlődésen ment keresztül, egészen úgy a netcode-tól, az új szerverektől, az apró bugok kijavításán keresztül egyre-egyre kifinomultabb lesz a Frostbite engine, és nem, tehát eléggé, hogy is mondja, a világ legjobb shooterekre fejlesztett engine-jévé válhat, és most ezzel az új
mesterséges intelligenciával egy újabb szintre emelheti. Gondoljátok végig csak a következő Battlefield játékba, a single playerbe, hogyha már ez az AI lenne beépítve, már hogyha a kezdet, már a kezdeteges változat is többet érne, mint a mostani bármelyik AI, és természetesen azt hozzá kell tegyem, hogy akár honnan nézzük, nem engedhetnek egy AI, tehát egy mesterséges intelligenciát, hogy full potenciával dolgozzon egy ember ellen, vagy ugye egy játékos játék sűrűsen kiismerése ellen, mert valószínűleg perceken belül olyan taktikát dolgozna ki ellenet, hogy végig nem tudná menni 2 percet a pályán, olyan szintű fejlődés képesek elérni, tehát be kellene ütni egy korlátot, valószínűleg be is fognak ütni egy korlátot, ameddig fejlődhet ezt a mesterséges intelligencia, csak nagyon nehéz lesz egy olyan korlátot építeni, ami nem lépi túl az adott gamernek a taktikai kapacitását, hogy így mondjam. Mert hogy ez nem csak azt hozza magával, hogy egy kihívásokkal telibb, élvezetesebb játékot fogunk játszani, hanem eleve más pályastruktúrát kell felépíteni, mert ugye minden pályadizájn, minden multiplayer játékban mérnökileg precízen van tesztelve, tehát nem csak random benyomnak egy-két fedezéket, egy-két valamit, hanem mérnökileg vannak úgy megtervezve, hogy te azon útvonalakat és fedezékeket célszerűen és eléd teremjenek, ha értitek, mire gondolok, és használva legyenek. Különben igazából egy nagy káosz lenne, szóval minden útvonal, és ebben egy mestermű, amit a Call of Duty tud csinálni, a 3 fő útvonalas változataival, és a kisebb mellék becsatolt útvonalakkal fantasztikus pályadizájnokat tudnak hozni a Call of Duty-ra, és ez ugyanígy igaz a Battlefield nyílt terepre is, hogyha megnézitek a Battlefield pályas struktúráit, akkor ugyanúgy felelhetőek benne, annak ellenére, hogy nagy területen vannak, ugyanúgy felelhetőek benne a fő nagy 3 útvonal, ami összeköti az objektíveket, és minden objektív körül, köré bemegy 3 kisebb útvonal, ami találkozik egy nagy csomópontban, ahol aztán free-to-play van, adjál neki, ami van, mert nem túl sok a fedezék. Persze függ, hogy melyik Battlefieldről beszélünk, de minden pálya ilyen szempontból mérnökileg van megtervezve az annyira, hogy te, mint tudattal, taktikával és logikával értelmezni tud azt a világot, és játszani tudj benne. Na most, hogyha egy mesterséges intelligencia bekerül ebbe a képbe, akkor a pálya dizájnt ki kell szélesíteni úgy, hogy az embernek is a kapacitása és a megoldó, alkalmazkodó megoldó képessége is sokkal szélesebb körben tudjanak működni. Magyarul a 3 útvonalas szisztéma lehet, hogy itt megdől, és már 10 útvonalas szisztéma van, azért, hogy majdhogy nem végtelen lehetőségekkel bírj egy mesterséges intelligencia ellen. Tehát a lineárisabb játékok ebből a szempontból nem feltétlenül fognak működni, és egy nyíltabb terepes, mondjuk Far Cry, mostani Far Cry 2, 3, 4 és 5 szintű pályadizájnt kell hozni, ahol teljes végletekig tehát teljes végletekig ilyen végtelen számú lehetőséggel bírsz, mivel hogy mi emberként iszonyat gyorsan vagyunk képesek alkalmazkodni dolgokhoz és szituációkhoz, de egy mesterséges intelligenciát nagyon nehezen tudnánk legyőzni. Tehát valószínűleg egyszer-kétszer legyőznénk, a harmadikra már olyan szinten kitanulná a taktikát, hogy esélytelen lenne. Szóval valószínűleg egy korlát bele lesz építve a mesterséges intelligenciában, de emberi értelemmel meghúzni, hogy hol lesz ez a korlát, mi lesz az, ami jó vagy nem, vagy lehet, hogy behúznak egy ilyen határt, hogy oké, meghalt kétszer, a harmadikra enged át, vagy tehát így igazából nagyon izgalmasnak hangzik ez az egész, és egy olyan dolog, amit én nagyon-nagyon vártam, várok már a játékokba, és nagyon támogatom, hogy mesterséges intelligenciák legyenek ellenünk NPC-k. Nem csak azért, hogy egy izgalmasabb single player-t játszak, de tegyük fel például, imádom a COD 4-et, és imádom a COD 4 remastered-öt, csak nincs játékos online, imádom a Battlefield 3-at, imádom a Battlefield 2142-t, de nem találsz játékost online, megszűntek a szerverek, és gondold végig, hogy
10-15 év múlva bekapcsolod azt a játékot, és már nemrég bekapcsoltam a Battlefield Bad Company 2-t, legalább ott vannak még szerverek, de érted, bekapcsolod a játékot, és így full kifejlett AI ellen játszol, és egy igazi kihívás ellen játszol ebből a szempontból, és ez azért nem lenne rossz, mert így kihalnak a játékok, amivel játszunk, de hogyha egy AI az, amivel játszol, akkor konkrétan a játék maga, az az egy pálya, amit játszol, sosem lenne egyforma, mindig valami más technikát kellene alkalmazni, mindig valami más dologgal kéne előrukolni ahhoz, hogy működjön a dolog. Nos, srácok, ennyi lett volna a videó. Kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok. Várjátok azt, hogy egy mesterséges intelligencia legyen az ellenfeletek egy játékban? Amíg erre válaszoltok, én köszönöm a figyelmet a következő videóig. Sziasztok!